A pálinka a magyari emberek között jelszó. Egy olyan ismertetőjel, amit mindig is komolyan vettek. Talán mert először életvízként, akvavitéként, vagyis gyógyszerként került be a köztudatba Apor Péter által. Megrészegítő gyógyerejét megtapasztalva, eleink akár vérre menő harcokba is képesek voltak bocsátkozni érte. Különösen a székelyek harcoltak sokat a szabad pálinka főzésért. Tivai Nagy Imre Emlékezés régi csíkiakról című emlékirataiban így ír erről. Mikor a kisüstös pálinka főzést a fináncok házról házra járva ellenőrizni kezdették, csak minden századik fináns tudott annyit magyarul, hogy megértesse magát. Rettenetes hajszával járt ezen új rendszer beállítása. Kászomból minden héten híre jött, hogy hol itt, hol ott egy-két fináncot agyonvertek, vagy a keveréses kádba beleölték. Két évtized is beletelt, míg valamelyes rendszert tudtak behozni, mert a minden háznál készletben lévő kisüstökön lopva főzték a pálinkát azok, akiknek engedélyük nem volt, és lopva többet főztek az engedélyezett kontingensnél azok, akiknek engedélyük volt. Szóval minden módon arra törekedett mindenki, hogy a fináncot lefőzze, pedig oly szigorúak és kíméletlenek voltak a büntetések, hogy sok ember vagyonkáját vesztette miatta. A főzésre engedett határidők lejártával a faluházához vitték az üstököt, hol a fináncok egy-egy nagy viaszpecsétet ütöttek rá, melyeket hazahozatalkor nyomban és teljesen éppen levett a tulajdonos egy tüzesített vasdarab segítségével, s szükség esetén ugyanúgy megint a helyére tett, de azért legalább éjjel mégis pálinkát főzött. A mai nemzedék már nem lelkesedik a téma iránt, mert a szabad főzés nélkül is bőven megkapja a maga részét a pálinkából. A pálinka főzés korlátozása miatt valójában nem magáért a pálinkáért neheztelt a székely, hanem a tilalom bántotta és felettébb sajnálta a pálinka mellékterményét, a moslékot, mellyel addig állatait tartotta és hízlalta. A pálinka az az ital, amitől mindenkinek megered a szája. Mégis a több száz éven át tartó tilalom, adóztatás, ellenőrzés mind a mai napig lakatot tett a hagyományosan pálinkát főzni tudó emberek szájára. Ez a film ezeket a lakatokat próbálja nyitogatni. Jó, fiú, ebből annyi szász lesz. Amint csak meggyőz maga, illogatni. Reggel 7 órakor fejtti. Jó hidág volt, azt mondtam, megfagyok. Szakaren, hogy kilocsogott. Olyan sikrág volt, itt, hogy mondom neki, jó, te mondom, blokkod, no. Mondrik, mondom neki. Az úgy, hogy végét nehogy elessek. No. Hát itt mindent is a fahér. Na, meg hozzak egy videó rizsát. Igen, fiam. Hívítsük is ezt. No, ebből annyit. Köszönöm.
kiskal, tesz szágész. Hallod, de szerdán este fel kéne költözni, szerdán este. Mert olyan éjjel egy órakor körülbelül sor kerülne rá. Na, csütörtök virradolok éjjel egy órakor. Igen. Nagyon sok háznál volt kicsi üst, főztek gabonából, pálinkát, gyümölcsből. Akkor az emberek mentek kicsi üvegecskével, úgy mondták, futuszkó, vitték a pálinkát, ezt a kis üstit. Akkor aztán jött egy olyan rendszer, hogy tényleg ellenőrizték az üstöket, akkor megint nem szabadott főzni, tiltották. Akkor ott mindenki dugdostos, dugva főzte, pincébes, mit tudom én, ki hol tudta. Amikor mentek a financok, akkor kikapták az üstöt a tűzhára, és valamára vélódították, hogy ne is lássák, hogy meg ne kapják, vagy ilyen cirkuszos menet volt akkor is. De akkor is mindenki főzte, mert főzték volt. Csak nem ilyen nagy tömegben, nem annyit, de akkor is ittak az emberek. És finom rostpálinkát, gabonapálinkát, akkor szilva, vagy alma, vagy körte, gyümölcspálinkát, na azt is. Igen, hát kikapták az üstöt a helyéről, szenesen vitte valaki, és bélódította egy szarba kaszajba, hogy ne lássák meg, kaszaj meggyűlt, még egyszer csűres. Elmentek az emberek az erdőre, mert ott lett az oldalokba, az erősés oldalokba, leterítették szépen a lepedőt, akkor nem volt najlon, leterítették ügyesen a lepedőt, rázták, verték pátacskával ügyesen, ráhullott, és akkor volt egy olyan szerelék is nekik, amiben kirostáltak. Lehullott a szemérke, a bósikának a szemérkéje lehullott belőle, és maradt a tisztán a bósika. Hogy aztán hogy élettették mi, mit csináltak, mit darálták, hogy mindennek megvolt az ő maga szakmája. Érzésítem, csináltak. Nagyon jó sikerült. Aztán mondták, mindig nem szabadott nagy tüzet csinálni neki, azért az egyet, mert ha erősen, gyorsan megy, megzavarosodott, megtűzik.
Igen, a pálinkával. Igen. De a húsikat ledarálták, én vagy a szokat? Biztosan, hogy le. Nem tudom elmondani Franciska, mert én nem főztem ilyet, nem is láttam senkit olyan kérdezni, hogy el tudja nekem magyarázni, hogy milyen, hogy csinálta, hogy rendette, mit csinálta. Csak tudom azt, hogy jöttek mindig az emberek, még csíkból esettek keresztül, szedték a borsikát. És így azt láttam, hogy leterítettek egy lepedőt a borsikok bokor alá, meg volt érve, szép kék volt, megverték a fátából, és ott ugye száraz szemérke is belé is ülött. Igen, igen. És aztán ők kirostálták azt, hogy a szemérke kimosták. Vagy kimosták, nem tudom. De elmagyarázni, nem magyarázni, hogy szóval én gyermek voltam, akkor is mentem tovább, végeztem a dolgot. Mi nem is hallottunk el. Nem. Mi nem abszolút elsőt. Igen. Az nagyon jó. Amikor idehozta a kászomba a főzőt, a Bartal is, Máté, akkor ők tették, vették. Még a 40-es években. Csinálhatta a kicsit is tárt át százalékos, hogy ott a főzték a rozsak. Mert a kaszásoknak enni kellett két-két pohár pálinkát annál többet, nem? A szalona ment utána nagyon jó. Mi, amit csinálunk, azt a családát használjuk. Az előttesünk. Családát használjuk. Egy 100%-os, akinek családja van, munka, ugye gazdálkodó ember, annak bizony kell szervezetje követő. Jobb étvágya van, erősebb lesz a munka, mert munka erőt ad az embernek. Jaj, itt elég volt. Részeg emberből elég volt. Olyanok is jöttek, hogy jöttek, na legelőre már kell egy fél pálinka, már segítségük van, feltöltéskor, feltöltés előtt, míg az anyagot felmárik, minden, úgy megrészegettek, hogy a végén aztán többit nem volt, aki feltöltse, kellett valakit hívjak, vagy keressek, az útról hívjak be, vagy itt munkások voltak, felköltsem, vagy segítsenek, már a gazda már meg volt részegedve. Ha azzal kezdték, hogy legelőre egy fél pálinkát, hogy tisztelje meg, aki itt vannak. Aztán akkor itt vannak a kóstolók, aki végzett az, már töltögette a kóstolót, abból ittak, végzett egy következő, annak is a kóstolójával, egy részeg emberrel. Olyan is volt, hogy most az utóbbi modern világban, hogy taxit kellett hívni és hazaküldeni. Eszet csomagolni, minden estől és haza kellett passzolni, mert nem lehetett másképp elhaladni. Tehát részeg emberből volt részünk itt, ez biztos. Egyik ilyen, másik olyan. Na, nem is tudom, most hirtelen eszembe se jut még, mit nem történtek. A másik az asztalon aludt, a pálinka folyt. Ó, hát nem is lehet elmesélni. Egyének, sehol. Olyan szilva nem terem mindig, de sajnos, hogy itt nagyon rég nem termett. Nem volt termés. Itt mindenki veszi a szilvát, ugye Szatmárról, másikon Beszterce, Oroszhegy, aki honnan tudja vészerezni, vagy innen a regátból. Na, még a regáti szilvának, amit innen hoznak, mit tudom én, Váliaször is, Vidra felőről, innen, a túlfelőről hozzák, na annak még valamit hasonlít az íze, de a többinek nem. És a legjobb pálinka a kászon. A legjobb szilva. Az a fekete leányka, úgy hívják leányka szilva, az a legfinomabb. Olyan ízű pálinka nincs. Ezt merem állítani. Ezek mind vett szilvák, amit most főzünk, mert ugye mindenki vagy pityókával cseréli, vagy veszi. Az idén ugye nagyon kevesen vettek, mert pénzzel kellett venni, de amikor itt túlfelől a hegyen túl van a regátba, úgy mondjuk, hogy a regát, akkor mindenki pityókacskával, sávállával még cserés, inkább többen beszerezik a szilvát, de nem az az ízvilág, ami a kászoninak. Na, ezt merem állítani.
nyitva. Igen. Kezdett gondolkozni, hogy hova is tudnának egy főzőt felszerelni. Hát az első szempont az volt, hogy víz is legyen közelben, mert sok víz kell a hűtéshez, és környéken ne legyen kifőző. És apumnak a baráti köre többféle ágazatból tevődött össze, hát egy hét egy ilyen asztali beszélgetésnél elé hozódott, hogy akar főzőt csinálni, és a régi kollektív TSZ elnöke mondta, hogy itt a Nyikó mentén volt ő, Kobátfali volt, születésileg ott is lakott, hogy csinálj egy eseményfalvára, mert itt a környéken nincs a falvaknak kifőzője. És ad helyet is azt mondta, hogy ha ide fogja építeni a főzőt. És aztán napon bele is ment, mert tényleg egy tizenvalahány falunak nem volt főzője, és akkor az embereknek is jó volt, hogy nem kellett több kilométerre elvigyék a gyümölcsöket, hanem itt közelben meg tudták oldani. A nagytatám ugye folytatta oroszaiba a tevékenységet, és azt mondom, amikor a nagyszülők kihaltak, akkor apomnak a testvéreire maradt az oroszegyi főző, mert neki ugye nem kellett kettő már, amikor egy van, úgyhogy egyel is baj van, nem, hogy még kettőt rendezni. És mikor annyira felnőttünk, akkor mi is ide összpontosítottunk, nem az otthoniról, hogy megváltsuk, vagy ott rendezzük az ottani főzőt. És én már 10 éves korom óta besegítettem apumnak a gyümölcsbehordásba, becefrézésbe, és úgy érdekelt a dolog, ugye családunk már 5. generáció óta, hogy ezzel foglalkozik, mint mellékág. Aztán 10 éves korom óta besegítettem, és 2003-ban külön vállalkozással apum átadta nekem a tevékenységet, amit most így bátyámmal rendezünk. Úgyhogy 38, lassan 28 éve, hogy ebben a szakmában okoskodok, fontoskodok, és így a nagyszüleim alma körte szívából főzögettek pálinkát, majd aztán én 2007 óta kezdtem külföldre járni ilyen pálinka fesztiválokra, és ott sokat tanultunk, mert több országból összekerülnek a pálinka főzők, megmérettetésre viszik a pálinkát. Gondoltam én is, egy ismerősömnek köszönhetem, hogy kikerültünk oda, gondoltam én is elviszem a szíva pálinkánkat, hogy ugyan bizony milyet is készítünk, mert mi ugye nagyszüleinktől eltanultuk ezt az őshonos cefrézés, meg az egész technológiát. Mi nem a nyugat szerint főzzük a pálinkát, hogy ott meg volt sablonosan, egy tornyos lepáróval, hogy főzzük a pálinkát, hanem mi ugye a nagyszüleinktől átadták a tudást. És a nagytatám idejében, ugye amikor még nem volt annyi kocsma,
imittam, akkor az emberek a csarnokból, mikor a reggeli teendőket az állatnál elvégezték az állatoknál, akkor itt álltak meg a főzőbe, és mindenki megitt a kicsi pálinkáját. Voltak olyan kategória emberek, akik az erős pálinkát nem tudták meginni, és ahogy a nagyon jól elindult, 5 liter, mikor lejött, akkor azt mondták, akkor a legjobb ízű a gyümölcs, aromás a vodka, és akkor kivettek 1 liter, vagy 2, attól függ, hogy milyen volt az igény, hogy hány ember volt, kivették azt a bizonyos mennyiségű vodkát, azt a tisztáló üste, amikor annyira leégett a tűz, hogy csak szén volt, akkor egy olyan pléjedényben, egy csipószerűségben, lábaszerűségben, amit nem sajnáltak, abba betették oda, tettek hozzá 5-6 kanál, evő kanál cukrot, összekavarták, és amikor már kezdett melegedni, hogy ne forjon, akkor az alkohol megint párolog el belőle, akkor hamar kivették, meggyújtották, és hagyták 10-15 másodpercet, hogy égjen, és akkor lefütték egy újságba. És akkor azt hitták, hogy rántott szújkának hitták azt, hogy más néven úgy becézték a krampán pulig. Így fogyasztottak, aki nem tudott erős pálinkát fogyasztani. A vadontermi gyümölcsökből ágyazunk a áfonya, vadcseresznye és szede, akkor főzünk vadvackorból, kökénből, az is vadontermi. Kökénből főzött pál, az nagyon jó szívgyógyszer, így mondják, hogy nagyon keveset ad, de viszont van egy különleges ízvilága, úgyhogy hihetetlen a kicsi savanyú gyümölcsből mit ki lehetem hozni. A vadontermi gyümölcsből ennyi. Akkor szíva fajtából készítünk 3-4 félit is, van a amikor eléri az 5 éves kort a szívapálinka, akkor úgy mondják, hogy ószévának lehet besorolni, azt még kicsit megérleljük eperfahordóban, és megspécizzed az ízvilágát, és adja a csersavja a hordónak egy ilyen sárga szint is, ami nagyon mutatós, és sokan kedvelik, mert ilyen barikos jellege lesz a pálinkának a hordótól. Akkor van a klasszikus szíva, a horgasmagóból, mert ugye orosz egyen a több mint 200 éves szívafaj, ez a horgasmagú szívó, amit ilyen besztercejnek hívnak, úgy ismernek, és van a húsos szívó, ez a kettő, ami ott a környékünkön megterem, nagyon jó beérik, mert ugye a orosz egy ilyen déli fekvésű ódaltelepülés, és van még egy olyan jellege is, hogy vulkanikus kőzeg van, ilyen homokréteg a területen, ami olyan sajátosság van, hogy nem hűl ki soha, és melegen tartsa a földet. És így nagyon jó beérik a szíva. Akkor szoktunk még aszolni abból a szívafajtából, és aszolt szívapálinkát is készítünk. Az attól különlegesebb, hogy ilyen házi aszolóba készül le. Egyik barátomnak van egy olyan aszolója, hogy a házi sült kenyeret sütik, a kemence mellett párhuzamosan fel van szerelve az aszolója, és hogy süti a kenyeret, úgy aszolja a szíva. Egy 30%-on rá van vezetve az aszolóra, a füstből, vagy a füst távúzik a kemencéből, és úgy enyhén ilyen füstölt íze lesz a szívának. Nagyon finom ízvilág jön ki abból is. Akkor jön a körte kategória. Hát ott van az ilyen őszi nyári körtéből szoktunk főzni, ami korsókörte, meg mézkörte, és megpróbáltam a vadvackort, a vadvackort ki is mondtam azt hiszem. A vadvackorból annak is egy érdekes ízvilága van, eltér a nemes körtéktől, és Magyarországon a pálinka a versenyeken kóstoltam vilmos körtét, az nagyon, nagyon tetszett, és azóta beszélzem, mert ütettem 3 éve 17 darab vilmos körtefát, amikor már 3 kilót teremtek, amikor termés volt, úgyhogy már lassan-lassan, hogyha felcseperednek, akkor saját vilmos körtét is tudok főzni. Az a körtéknek a királya, nagyon-nagyon finom pálinka tud lenni belőle. Akkor az alma fajtákból
Hát sokféle almából lehet főzni, de a környékünkön van az a Jonathan, Pónik és a Batur, ami nagy cukortartalmú almafaj, és nagyon jó ízű pálinka is lesz belőle. Ebből úgy készítünk, hogy külön mindegyikből, úgyhogy nem keverjük össze az almafajtákat. Minden almafajtának más a sajátossága, más az ízvilága, és aztán, amikor az edények megtérnek, és ha marad valamelyikből pluszba, akkor csinálunk egy vegyes almapálinkát is. Ez az oroszlégi szilva, így a fajtáját vagy tulajdonságát, azt, hogy minek köszönheti, tehát az lehet, hogy a talaj összetétele, vagy a mikroklíma, mert a lényegben oroszlégi egy ilyen védett területen is úgy bonhatni, egy ilyen gödörbe van, mert körbe veszik ki az erdők, és a szél, vagy a hirtelen viharok sem találják annyira. A szilvának a fajta, főleg ez a horgasmagú szilva, ez egy, mint ahogy mondtam, egy ilyen hagyományos, régi-régi fajta, tehát ez nem nemesedik, magról szaporodik, ha ugyanabban a helyben adjuk, ugyanis akkor is azt a termést adja, s ha pedig tovább ültetődik, ugyanis azt a minőségi termést adja. 61-ben édesapám megvette az első pálinkafőző üstöt, 61 novemberében, akkor beszerelőt egy kis ilyen deszka bódé volt csak, de természetesen akkor is már el kellett járni az engedélyeztetési problémákat, akkor úgy volt nyilvántartva, mint kis iparosi tevékenység. Akkor ugye valamennyi keveset próbált főzicskélni, még a faluban volt egy, amelyik azt hiszem, hogy 58-ban indult, az Ambrus Dénes bácsi, a falunak a déli részén, és ez 61-62-ben jött a kollektivizálás, és a kollektivizálással akkor ezek a kisipari tevékenység folytató egységek, ezek átkerültek kollektív tulajdonába. Ilyen volt a pálinkafőző, a hámvaró, a molnár, a kovács, a szabó, ezek mind átkerültek a PS tulajdonába. És attól továbbfelé pedig, errefelé akkor, mint édespám is, ő maradt, mint felelős üstkezelő, tehát a TS tulajdonát képező berendezésnek volt a felelős üstkezelője. És azt a tevékenységet, amit folytatott, azt ott napi ilyen normapontokkal jutalmazták, tehát azt ott számítottak rá, és ennek függvényében volt az a 30 ár terület használati bérbe adva, hogyha megvoltak a szükséges évi normapontok. Itt is erősen szigorúan fogták már kezdett időtől a pálinka főzést. Például amikor arról volt szó, hogy most kezdenünk pálinkát főzni, akkor egy bizottság kellett jöjjön, a kollektívtől jött a kollektív elnök vagy a könyvelő, a néptanástól jött a szakrai néptanástól jött a jegyző, akkor a helyi miliciától jött a parancsnok, és volt a megyei vagy az a körzeti pálinkafőzékért felelős egység, tehát a MAT úgy mondták, onnan is jött az igazgató, és akkor 5-6 vagy 80 ide érkeztek, akkor csináltak egy próbafőzést, itt voltak 2 órát vagy 4 órát, és akkor hogy hány óra egy bizonyos idő alatt hány liter pálinka jön le, és azt szerint állapították meg, hogy te 4 óra alatt lefőzöd 6 liter pálinkát, és abból te mennyit kell beszolgálni az államnak. És tehát ez úgy volt akkor, hogy most elindultunk ma 12-én 12 órától, és a másik hónap 12-én 12 óráig volt az az egy hónap, az alatt hány óra volt, és az alatt én mennyi pálinkát kellett beszolgáltassak az államnak, vagy a kollektív. Ha volt jó cefre, ha nem volt jó cefre.
lényegében a pálinkafőzés az úgy történik, és úgy történt, hogy tehát mindenki az övét, a szefrét, a főzni valóját ide hozza, ő hozza a tüzelőanyagot, ő hordja be is, ő tölti fel az üstbe, tehát ez teljesen hagyományosan működik még most, és így is próbáljuk meghagyni, mert nincs szándékom egy nagyobb befektetést, mert nem lehet, ha megérni, de nem, én szerintem az én számra nem éri meg. És van az előző főző, aki főz, mondjuk annak lesz 10 liter, vagy nem tudom mennyi pálinkája, következő ugye várja, hogy ők töltse föl, és akkor aztán itt egyik a más még várják, addig az a következő kóstolgassa az előzőt, hogy lám milyen lett, hogy lám, hogy milyen fog lenni a tiéd is, akkor közben ugye ez a pálinka főzés és a disznóvágás, ez mind úgy szép, hogy télen és hideg is legyen, akkor a pálinka főzéskor akkor hoznak a friss kolbászból, azt ott ilyen újságpapírba, göngyölve, hamuba, becsomagolja, forró hamuba, az megsül vöröshagymával, még a friss pálinkával kóstolgatva, és akkor az előzői már elvégződik, akkor jön a következő, és akkor gondolj is, megvárom a komámét, lám, hogy a zövébe, vagy szomszéd, hogy milyen lesz. És úgy aztán akkor a végére már egy olyan kisebb csapat gyűl össze, aztán ez, tehát olyan ilyen jó téli, estés, éjszakás, ilyen barátságos, szomszédos összejövetelők jönnek így létre. Itt már nagyon rég, amióta én tudom, azóta szivatermesztéssel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy szivapálinkát főztek belőle, valamikor aszalók is, nagyon sok aszaló volt. Lehet mondani, hogy minden második, harmadik kertbe aszaló volt, amitből nagyon sokat aszaltak, eladásra plusz saját fogyasztásra is. A főzéssel a családunk 1972-ben került kapcsolatba, úgymond, mert ugye akkor a TS keretén belül szabadott csak működtetni pálinka főzdéket, és akkor a szüleim és még két másik család összepótolt, és ők csináltattak egy főzdét, üstöt, úgymond, és akkor kezdődött a pálinka főzés. De visszamenőleg most megtudtuk, hogy a családban már Péter András nevezetű nagytatánk az 1750-es években már volt pálinka főzdéje és volt sörfőzdéje itt a faluban. Ugye 90-ig működött a TS, útján ment a TS-en keresztül, lehetett csak főzni pálinkát, és 90-ben a rendszerváltás után akkor rögtön vásároltunk két üstöt, és akkor itthon elindítottuk ezt a vállalkozást. Ez abszolút családi vállalkozás, idáig a szüleim rendezték úgymond a gyakorlati oldalát, a papírformaságokat, ugye, mert azt is kell tudni, hogy ha törvényesen dolgozol, mindenféle engedélyed megvan, akkor persze, hogy akkor azzal nagyon sok papírmunka van. És azóta így folytassuk a tevékenységet, és most már odáig eljuttunk, hogy abszolút mindenféle engedélyt megszereztünk, és palackozzuk a pálinkát, és így próbáljuk értékesíteni. Hát ez a pálinka főzde a 80 és 85 között épült a Csíkszeredai Állami Gazdaság Kovácsoli farmjának, gyümölcstermesztési farmjának a pálinkát főzte. Jelen pillanatban is működőképes. Az engedélyek azok megvannak, a vámhivatalhoz tartozik minden. Annak körülbelül egy fél éve szabadították fel azt, hogy nem kell szigzsirálni, tehát nem kell leszigzsirálni, és utána pedig saját feleségemre kell, én vállalom a feleséget. A büntetés az hatalmas, nem meg 200 millió a fenyegetnek, hogyha legfog. Hát itt komoly gyümölcsösök voltak annak idején, az állami gazdaság volt 240 hektár. Alma, körte, szilva, sokféle alma, tehát a régi fajta almákból még most jelen pillanatban is van a Batúr, a Jonatán, az Aranypármen,
A többi, azok a nemes fajták, azok ahogy jöttek le, és látták, hogy ki van, kimentek, már nem kezelődnek, és a, aki visszavette, azok nem törődnek vele. Amikor termés van, akkor leszedik, és attól arra fel, hogy senkit érdekes semmi. Pálinka jó lesz, ha jót főzünk. Ez függ a technológiától. Szilvából átlagban olyan 8 liter szokott lenni, 100 kilóból, almából 4-5 liter, körtéből is olyasmi 6-7, tehát attól függ, hogy milyen, mennyire érett, mennyire minőségi a gyümölcs, amit pálinkának összeszedik. Hét, nyolc, nagy-nagy kard, de nagy kardok, meg voltak töltve gyümölcse. Annak a tetejére le volt döngőve, tettek zapszalmát. Ezt soha nem felejtem. Zapszalmát. Annyit, hogy jól ilyen vastagon ne. Az nem adott ízet a gyümölcsnek, meg nem fertőzte meg. Már más búzaszalma nem volt jó árpaszalma, csak zapszalma. És akkor arra tettek ilyen jó vastag sart, ilyen vastag sart, így a gyümölcs a szalma tetejére, és annak a sárnak a tetejére tettek így három újnyi homokot, de azt a finom, puha, apró, szitált homokot. Hogy ne tudja fényomni, ne jöjjön fel a leve, mit tudom mi, ott legyen leszigyilálva. Úgy le volt rendezve, hogy az ott megért magába. És akkor hármas községbe úgy hívták azt az embert, azt a pálinka főzést, hogy Csonta Árpád bácsi. Hát annak észre még az ivadékja se él ma, hát én kicsi lejanka voltam, ső már öreg ember volt főzés. Hát akkor most ő hó van a más világon. Na, azt mondja, édesanyám, kicsi Lona, Pussábé, azt mondja, csak falvára. Vegyél két liter petrót, adták a pénzt, két kutolja a gyufát, soha nem felejtem el. Menj be Csonta Árpád bácsin, és kérdezd meg, hogy mikor főznek, és ki tud-e jönni, azt mondja a lovakkal, hogy elvigye a főzni valót. Mezitlá, viszkiri! Aztán mentem hazos, megmondta, hogy mikor jössz, két nagy szép lóval jöts, hozott négy embert, hoztak üres kádakot, és akkor adták vedénre látós, mint át amerték. A pincébe olyan szagja volt, hogy menekülni kellett, olyan szesz szagja. Annyi pálinka lett, mint a tó. Rengeteg, rengeteg. Kivették a vámot, s Árpád bácsi hozozta szekérrel a pálinkát. Édesanyám aztán vitte Szentgyőre, s fogorvosnak, s állatorvosnak, s emberorvosnak adta el. Hogy ezelőtt Darulcon két pálinka főző volt, ami nagyon ment, így téli időszakban főzték a pálinkát, és akkor mindenki, amit begyűjtött, azt kifőzte, hogy a karácsonyra legyen pálinka. Hát a viszkit úgy csinálják, hogy a rosszból csinálják, és azt ott megvizezik, és a melekáré teszik, hogy megciraz. És azután olyan erre, hogy megszárítsa, meg kell szárítani, és akkor galapás magam leérőt, és akkor meleg vízzel, békevel. És annak megvan egy 4-7-6 hét, ami fővési időszakhoz. Azután lehet főzni. És abban nem kell cukor, nem kell semmi. Ez, ebből lesz a viszki, ilyen. Nagyon jó ereszt, mondjuk jó, 50-60 fokkal indul meg az első, az újka. Nincsen veszteség benne például az állatokkal megtörténhetni, amit kifőz. Thank you.
legnagyobb kihívás az mindig a jó pálinka gyártása. Tehát annyira összetett ez a szakma, hogy nem, semmilyen matek nem hozza ki azt, hogy hogy csinálunk egy jó pálinkát. Minden gyümölcs más, minden gyümölcsből más pálinka fül, és mindig az a kihívás, hogy azonos gyümölcsből, ugyanazon a gyümölcsből a legjobbat hozzunk ki. Hát, amin mi dolgozunk, az körülbelül az, hogy a leszedett szilvának az ízét, a smakját a legjobban belevigyük a pálinkába. Ez javarészt, tehát a bérfőzés, a pálinkafőzés, az egy utólagos munkája a pálinkafőzésnek, tehát hogy azt megcsináljuk, de mindig a jó pálinka a jó cefréktől kezdődik. Indul a jó gyümölcstől és a jó cefre készítéstől. Tehát első generációs pálinkafőzés vagyok, és olyan 7 éve gyakorlom azt, hogy cefrét készítsek, kifőzzem a pálinkámat, és mindig saját magammal szembe megfogalmazom azt a kritikát, hogy mi nem tetszik a pálinkámat. És ez egy azért hosszan tanuló szakma, és vannak nehézségeim az első generációs felépítésben, mert nekünk a természet minden évben egy lehetőséget ad a változtatásra. A legnagyobb kihívás az az, amikor azt mondhatjuk, hogy a pálinkánk az olyan, amilyet szeretünk. Ez az év, a 2014-es év, ez a természet nem volt kegyes velünk a pálinkafőzés kapcsán. Elég kevés gyümölcsöt adott nekünk, kevés munkát is. És azok az emberek, akik nagyon szeretik a pálinkát, és természetnek ellentmondóan próbáltak tenni ellene, hogy nekik mégiscsak legyen, nagyon sokan külföldről és más településekről hoztak be gyümölcsöket. Ez nekünk főzéseknek adott egy olyan tapasztalatot, hogy a saját gyümölcseinket, ami a légkörnyékünkön terem, ezt meg kell becsüljük, mert a mennyiség mindig csak egy kérdés, de arra rájöttünk, hogy a mi fajta gyümölcsünk a kiskertgazdaságok rendszermentes termeltek, gyümölcseim még mindig aromával és mennyiségbe és kisebb mennyiségbe teremnek, de még mindig fölülmúlják az intenzív termesztésű nagy gazdaságok gyümölcsei. Őseink örökül hagyták nekünk ezt a úgynevezett hagyományt, vagy ital előállítási eljárást, a pálinkafőzést. Büszkék lehetünk rá, ők tapasztalták ki, tehát az alapokat nekünk lefektették. Nekünk a mostani pálinkafőzéseknek nagyjából az a dolgunk, hogy ezt, amit ránk hagytak, és bebizonyították, hogy érdemes foglalkozni vele, büszkék lehetünk rá, mert egy tiszta gyümölcs alkoholt nevezhetünk pálinkának. A piacon megállni a helyünket, és akár a nyugatnak, akár a turistáknak, akik hozzánk látogatnak, megmutatni azt, hogy ezt az italt érdemes fogyasztani. Ez kismértékben gyógyszer, ha nincs, akkor méreg. Az igazi az, hogyha nincs, akkor méreg.